A mai videóban a hardverünk segítségével fogunk fehérjét hajtogatni. Mi van? Mit fogunk csinálni? Ha mondom! Karanténos napokon még sörivás közben is segíthetsz azért, hogy ez a koronás állapot minél előbb megoldódjon, és szabadon mehessünk újra nyári fesztiválokra, mert az összes el lett törölve, bazd meg! A hardvereddel segíthetsz azért, hogy mehessünk újra bárhová, szabadon, azáltal, hogy felajánlod a hardvered proteinek formálódásának szimulálására. Jó hírem van, nekünk már van egy csapatunk, amihez a mai tutoriában elmondom, hogyan csatlakozhatsz és segíthetsz a világon a hardvereddel, full gázon, vagy éppen akkor, ha a gépet pont nem csinál semmit. A koronavírus kis protein csápokkal csatlakozik más sejtekhez, amin keresztül fertőzi meg azokat. A proteinek 20 aminosavból tevődnek össze millió egy kombinációban, de maga ez a kombó még nem teszi funkcionálisan magát ezt az aminosav lánc által képzett protein, annak egy bizonyos formát kell felvennie ahhoz, hogy az működni is tudjon. Ez az úgynevezett folding, és innen ered a folding home név is, mivel ennek a hajtogatásnak a szimulációját otthonról tudod segíteni. A természetben ez a protein folding folyamat másodpercek alatt megy végbe, viszont a tudósok egyelőre nem tudják, hogy ez pontosan milyen elv alapján működik, ezért hatalmas segítség, ha otthonról mi is proteineket hajtogatunk a gépünkkel, így minél hamarabb kifejleszthető lesz a legmegfelelőbb vakcina a jelenlegi problémára, de többek között az Alzheimer-kor és a rák ellenszerének kutatását is előre vihetjük ezzel a módszerrel, nem beszélve arról, hogy ez a tudósok számára is segítség abban, hogy kitalálják végre, hogyan is működik, vagy mi alapján megy végbe ez a protein formálódás. Nem baj, hogy gyenge a géped, minden apró segítség számít. Lényeg az, hogy legyen megfelelő hűtése az alkatrészeidnek, mert ez a protein hajtogatás elég keményen megdolgoztatja a hardvered, de erre még visszatérünk később. Nem is húznám tovább az idő. Térjünk rá arra, hogy hogyan tud ehhez az egészhez valaki csatlakozni, aki szeretne. Én úgy ismerem az RP Community-t, hogy a világ legsegítőkészebb csapata, így én szerintem szénnél fogjuk hajtani az összes létező fehérjét, aztán úgy pofán verjük ezt a kibaszott koronavírust, ahogy a haranggal tesszük rendszeresen. A csapatunk összteljesítménye benne van a világon a top 5000-be, gyerünk gyerekek, kerüljünk be a top 1000-be. Na, meg is érkeztünk Ubuntu-ba. Beírom a jelszót. Jó, helyben vagyunk. Belépve a következő dolgunk az lesz, hogy nyitunk egy böngészőt, és fölmegyünk a foldingathome.org weboldalra. Ott rámegyünk arra gombra, hogy Start Folding, kezdjünk el hajtogatni, és itt pedig először is le kell szednünk a klienst. A kliens egy .deb kiterjesztésű fájl lesz, ami ugye a Debian alapú, mint a Linux, mint az Ubuntu, és még nagyon sok más. A PopOS, az Elementary OS, és még sorolhatnám. A Debian alapú Linuxoknál a .deb végű fájlokat egész egyszerűen letöltjük, megnyitjuk a Software Install programmal, az pedig föltelepíti nekünk majd. Install, meg kell adnunk a jelszavunkat, Ubuntu-ban minden egyes telepítésnél meg kell adnunk a jelszavunkat. Hogyha frissítjük a rendszert, és ez a frissítés a rendszernek egyes részeit is frissíteni, amihez adminisztrátorjogok kellenek, akkor is meg kell adnunk majd a jelszót. Ha valaki Linuxot használ már régebb óta, az pontosan tudja, hogy ez hogy megy. Aki pedig még nem használt Linuxot, az ne szomorkodjon, nem sokára jön ki egy Linux telepítős tutoriálom is. Na, fönt van a kliens. Itt add meg azt a user nevet, amit csak szeretnél. Ezzel a névvel fognak a többiek téged látni majd a listában. Mivel az én nevemet egy impostor már lefoglalta, ezért sajnos RealRP1 néven kell. RealRP1 usernevet kell használjak, csak hogy tudjátok, hogy ki az igazi. Bár mondjuk ezt majd látjátok a pontszámból, úgy is kiderül. Aztán a Folding Home csapatnak a száma. Na most a mi csapatunknak a száma az 247099. Hogyha ezt a számot itt megadod, akkor ezzel a számmal fogsz tudni csatlakozni a mi RavePriest 1 Community Folding Home csoportunkhoz. És akkor a harmadik mezőben pedig látod, hogy kelleni fog nekünk egy passkey. Passkey lesz az, ami alapján a szerver beazonosítja, hogy neked milyen munkákat küldött ki, abból te miket végeztél el, és ezáltal írja jóvá neked majd a pontokat, amiket majd a csapatunknak a táblázatában látni fogsz. Nekem már van passkeym, de mi van, ha neked nincs? Hogyan igényelsz egyet? Nagyon egyszerű. Vegyük a keresőbe, hogy Folding at Home Passkey Request, Get a Folding Home Passkey. Ide beírod a nevedet, beírod az e-mail címedet, aztán rámész arra, hogy get a passkey, és e-mailben meg fogod kapni a passkeyet. A passkey az egy jó hosszú betűkből számokból álló sorozat lesz, amit kimásolsz az e-mailből, és berakod ide. Oké, miután megadtuk a passkeyt, utána már csak egyetlen egy dolgot kell kiválasztanunk, bár mondjuk ezt később is lehet majd változtatni. Az, hogy a Folding Home az mennyire dolgoztassa meg a rendszeredet. Hogyha light opciót választod, akkor a Folding Home csak akkor fog működni, hogyha a géped áll és semmit nem csinál. Ha médiumot választod, akkor miközben dolgozol is a géppel, bármit csinálsz a gépeddel, akkor közepes fokon fog menni. A full pedig, amikor full csövön.
Na most megmondom az őszintét, hogy nekem a médium és a full között nem sok különbség volt. Ha médiumot bekapcsolod, akkor ugyanúgy pörgeti a gépedet, mint ahogy fullon volt, legalábbis nálam. Ezt most saját magad teszteld ki, folyamatosan nézd a hőmérsékleteket, függően attól, hogy majd procival vagy videokártyával, vagy mindkettővel akarsz foldingolni, és az alapján állítsd be ezeket az értékeket. Egyelőre ezt hagyjuk médiumon. Legalább pedig ez alapból be van pipálva, hogy ez a kliens induljon-e magától automatikusan, ezt hagyjuk bepipálva. Jó. Miután ezzel meg vagyunk, a következő feladatunk az lesz, hogy ismét nyitunk egy böngészőt, visszamegyünk a Folding at Home oldalára, és most pedig a Control-nak a Debian kiterjesztésű fáját fogjuk leszedni, és ugyanúgy, mint az előbb a Software Installerrel feltelepítetjük azt. Install-ra kattintunk, ismételten megadjuk a jelszavunkat, és akkor látjuk is már a Start menüben a Control-t és a Viewer-t is. Elindítjuk a Control-t, és a Control az előbb megadott adataink alapján, már látod, ott van a nevem, ott van, hogy melyik csoportban vagyok, és már megy is a munka, 11 szálom. Ha rámész erre a számra itt, a Team mellett, akkor azonnal nyit majd egy böngészőt a program, és látod, hogy mennyien vagyunk már, te jó ég. Kis, adtam a videót, de már ennyien vagyunk. És Lizárt! 12,5 millió ponttal. Én nagyon-nagyon későn kezdtem, szóval sokan vannak itt, akik sokkal hamarabb kezdték, mint én. De azért hozom föl magam szépen, hát nehogy már én legyek az utolsó a saját csoportomban el. Jó, ezt egyelőre zárjuk be. Na, következő a problémánk Linuxon. Mégpedig az, hogy a CPU alatt nem látjuk a GPU-t. Pedig majd mindjárt látjátok, hogy ha videokártyával hajtogatod a fehérjéket, akkor sokkal több pontot érsz el, mivel a videokártyát sokkal gyorsabban képes ezeket az utasításokat elvégezni, mint a processzorot. Én személy szerint már abba hagytam a processzorral való foldingolást, mert egy az, hogy nagyon beakasztja a gépet, ha a processzorodat nagyon megdolgoztatod, akkor a videokártyádnak a teljesítménye is alacsonyabb lesz itt a Folding Home-ban, kevesebb pontszámot generál, és tényleg most nézd meg erre például 1 óra 40 perc alatt, hogyha végeznénk úgy, hogy a Procing 100%-a 100%-on pörög, kapnánk 4500 pontot. Na most a videokártyával ennek a 10-15-szörösét meg tudjuk csinálni adott idő alatt. Hát nem tudom, kipróbálhatod, de én nem ajánlom a processzorral való foldingot. A videokártya hozzáadásához a következő dolgunk. A Configure menüre rámegyünk, Expert, és itt látjuk, hogy a videokártya le van tiltva. A False-ra kattintsunk rá kétszer, hogy szerkeszthető legyen, és írjuk át True-ra. Elmentjük. Megvárjuk, még alul ez a saving felirat eltűnik, így, és most bezárjuk a klienst. Megnyitjuk újra, configure, ugyanúgy, slots, add, azaz hozzáadás, bepipáljuk a videokártyát alul, oké, és elmentjük. Megint megvárjuk, még alul a saving eltűnik, utána ismételten bezárjuk a klienst, és újraindítjuk a számítógépet. Újraindítás után újra belépünk a kontrollba, ugyanúgy configure, mint az előbb, ismét expert, hozzáadás, név, GPU, az értéke pedig true. Így, utána ezt ismét elmentjük, vissza a Configure menübe, slot, hozzáadás, bepipáljuk alul a videokártyát, elmentjük, és bum, ott van a videokártya a processzor alatt. Megvan a proci, megvan a videokártya, na de mi van akkor, hogyha én el szeretnék kezdeni dolgozni? Jobb klik, fold, meg kell várnom, amíg talál munkát. Itt látjuk, hogy 4-szer próbálkozott munkát találni, és a következő próbálkozás az 1 perc 32, most már 1 perc 28 másodperc múlva lesz. Hogyha a logfűre rákattintunk, bepipáljuk, hogy slot, és kiválasztjuk az 1-es slotot, mivel az a videokártyánk, akkor látjuk, hogy talált már volna munkát, amit el is kezdett volna. A sajnos nem tudta elkezdeni, mert az OpenCL Index nincsen jól beállítva. Vissza, configure, slots, videokártya, Edit, az a szerkesztés, legörgetünk legalulra, és az OpenCL indexet átrakjuk -1-ről 0-ra. Oké, okay. Elmentjük, ismét megnézzük a logban, hogy ez mit eredményezett. Még mindig nem működik, mert az OpenCL nincsen föltelepítve a rendszerünkre. Ezt nagyon egyszerűen meg tudjuk oldani, egy Ctrl-Alt-T-t nyomunk, amivel azonnal behozzuk a terminált, és a terminálban egy nagyon egyszerű parancssal fogjuk ezt a dolgot feltelepíteni, és remélhetőleg utána már minden rendben lesz. Terminál megnyitása után a következő parancsot kell beírnunk. Sudo apt install OCL kötőjel ICD kötőjel OpenCL kötőjel dev és enter. Ezután ismét meg kell adnunk a jelszavunkat, ismét egy enter, utána megkérdezzük, hogy tényleg szeretnénk ezt a dolgot telepíteni, nyomunk egy y-t, enter. Szuper, ez meg is van, bezárhatjuk a terminált, bezárhatjuk a klienst,
csinálunk egy újraindítást, újraindítás után, ahogy elindítjuk a klienst, már látjuk, hogy fut a videókártyánk. Az első munkára rögtön 28.800 pontot kapnánk, ez lehet, hogy későbbiekben, ahogy elkezdi a munkát, változni fog. Ilyentek ez semmi más dolgunk nincs, csak beállítani azt, hogy milyen intenzitással menjen ez az egész, figyeljük a hőfokokat, normálisan beállítjuk a ventilátorát minden alkatrészünknek, mert az úgy nem lenne túl jó dolog, hogy megpróbálunk segíteni a világon, miközben megfőzzük a hardverünket. Szóval mindenki figyeljen oda arra, mert ezek eszméletlen kemény munkafolyamatok a videókártyának és a processzornak is egyaránt. Szóval figyeljünk oda arra, hogy a hőmérsékleteket kordában tartsuk, meg azért este fel azért nyissunk egy ablakot is, mert a szobát is keményen be tudja fűteni a gép hajtogatás közben. Ez a pontszám egyébként annak függvény, hogy mióta csinál egy adott munkát az adott hardware, az változni fog. A 171.000 pont az rendkívül jó, szóval most éppen jól elkaptunk egy jó nagy melót, de lesz az olyan, hogy mit tudom, 80.000, lesz olyan, hogy 25.000, ez mindig adott munkától függ, hogy mekkora pontszámot fog generálni a videókártyánk, de a videókártya általánosságban olyan 10-15-ször nagyobb pontszámot generál, mint a processzor, úgyhogy én nem tartom ötletnek, hogy nyektessük a processzorunkat. Hogyha szeretnénk tudni, hogy az egész hogy néz ki, csak rá kell kattintanunk itt erre a viewer gombra. Nem megy a viewer, atya-gatya. Megyünk vissza a folding@home.org weboldalára. Tehát folding, és leszedjük a viewert, hogyha szeretnénk látni, hogy a proteinek azok hogyan mászkálnak a képernyőn. Oké, ismételten a software installerre fölpakoltatjuk azt. Install, beírjuk a jelszavunkat, és hogyha jobb klik, fold, viewer, be fogja tölteni azt, hogy éppen mi az az adott feladat, amin dolgozik a videókártyánk. Ez függően attól, hogy milyen erős géped van, nagyon sokáig is eltarthat, de nagyon hamar is végbe mehet. De minden gépre igaz az, hogyha rámész a viewerre és szeretnéd látni, ahogy pörögnek, forognak a izék, ahogy hajtogatjuk a fehérjéket, akkor eltart egy darabig, még megjelenik a képernyőn. Oda néz, apám, oda néz, hogy táncolnak. Oké, ezzel a végére értünk az Ubuntu tutoriálnak, na most menjünk át Windowsba, csináljuk meg ott ugyanezt. A Windowsos megvalósítás az egy kicsit könnyebb lesz, mint Ubuntuban, de majd mindjárt meglátjuk, hogy az egyszerűbb telepítésért elég sok mindent fel kell áldoznunk. Ugyanott a folding@home.org oldalon kezdjük a munkát, ismételten Start Folding, és leszedjük a telepítő exe-t. Itt nem kell mind a három csomagot külön telepíteni, itt ebben az egyetlen telepítőben benne van minden. Elindítjuk, megengedjük neki, hogy átmenjen a tűzfalon. Telepítés után ez a weboldal köszönt minket. Az alsó opciót kell kiválasztanunk, hogyha meg szeretnénk adni egy felhasználó nevet, amit nyilván mindenkitől elvárok, mert akkor látjuk, hogy ki hogy teljesített a csapatban. Aztán a név, az igazi RP1, csapatszám 247099, és az előbb említett passkit, azt itt kell beírnunk, viszont itt nem kell külön böngészőt nyitni azért, hogy rákeressünk arra az oldalra, ahol ezt a passkit tudjuk kérni, hanem itt alul Get a passkey linkre rákattintunk, és át is dob minket arra az oldalra, amit az előbb láttunk. Ugyanúgy, mint az előbb, ide is beírod a nevedet, beírod az e-mail címedet, Get passkey, megkapod e-mailben, kimásolod onnan, berakod ide, és nyomsz egy mentést. Miután ezeknek az adatoknak a megadásával megvagyunk, be is zárhatjuk ezt a webböngészőt, és itt a tálcán láthatjuk a Folding Home-nak a kliensét. Jobb klikkel rákattintva ugyanazt az ablakot behozhatjuk, mint Ubuntuban az Advanced Control opció kiválasztásával. Miért már láthatjuk, a processzorunk már dolgozik is. És itt is hiányzik a videókártya. Mondjuk érdekes, mert az én gépemben nem így volt. Na mindegy, adjuk hozzá. Megint Configure, Slots, Add, GPU, OK, Save. Bum, meg is vagyunk. Nézzük, más trükközni kell vele, vagy hát arra megyek, hogy menjen. Igen, egyes slot. Na, sajnos most ebben a pillanatban nincsen munka a videókártyánknak, de semmi probléma, hogyha ez előfordul, akkor itt látod, hogy hányszor próbálkozott, ugye, mint ahogy az előbb is mutattam Linuxban, és hogy mikor lesz a következő próbálkozás. Aztán lesz olyan, hogy ez a szám mondjuk fölmegy, mit tudom én, 2 órára, 3 órára. Olyankor jobb klikk a videókártyára, leállítod, megvárod, még sárga lesz, aztán jobb klik megint, fold. Olyankor sokkal hamarabb kér munkát a kliens a szervertől, de előfordul lesz, hogy nincsen munka. Mindegy, nyitva kell hagyni, és kész. Igazából Windowsban ennyire egyszerű belülni az egészet. Azért, mert Windowsban sokkal egyszerűbb belülni ezt az egészet, hatalmas áldozatot is kell hoznunk azért. Én most már lassan 4-5 napja foldingolok, Linuxból is, meg Windowsból is a saját gépemen, amiben egy 16 magos processzor van, meg ugyanúgy egy 1080 Ti, mint ebben a gépben, amit itt láttok ugye előttem. És Linuxban 2-szer annyi pontot kapok, mint Windowsban. 2-szer-3-szer annyi pontot kapok, mint Windowsban. Windowsban több órás folding után is olyanokat láttam, csak ugye 6-700 ezer pont. Egy-kétszer fölmentően 1,5
1,1-1,2 millió pontra naponta, de utána szépen lassan lecsökkent ilyen 3-4-5-600 ezerre. És ez úgy volt Windowsban, hogy procival és videokártyával is foldingoltam egyszerre. A processzoromat nem ajánlottam fel 100%-ban, hanem csak 8 szálat ajánlottam fel a 32-ből, és így is alacsonyabb pontszámot kaptam, mint Linuxban. Linuxban, amikor videokártyáról megy az egész, akkor 1,7-1,8 millió pontot is kapok stabilan végig, nem esik vissza soha. Vannak olyanok, hogy Linuxon belül is kapok olyan munkát, amiért kevesebb pont jár, de általánosságban így a 4-5 nap tesztelés után nyugodtan kimerem jelenteni azt, hogy ha valaki Linuxból foldingol, akkor 2-3-szor annyi pontot képes begyűjteni, mint az, aki Windowsból. Egy másik nagyon lényeges dolog, amit észrevettem a két operációs rendszer között. Hogyha Windowsban processzorral foldingol valaki, és mondjuk meghatároz egy bizonyos számú szálat, amit a folding program használhat, akkor azután, hogyha valaki figyeli a processzor kihasználtságot, akkor ugyanaz az adott számú szál, amit az előbb meghatároztál, fog dolgozni akárhány órán kereszt. Ami azért nem jó, mert nincs elosztva rendesen a terhelés a processzor teljes felületén, így egyes részeit előregíted, amíg a többi semmit nem csinál. Viszont Linuxban, annak ellenére, hogy te bármit állítanál, teljesen automatikusan össze-vissza szépen elosztja a terhelést a teljes processzor felületen, minden magot bevon a történetbe, csak egyszerre annyi szállat dolgoztat, amennyit te megadtál a Folding Home programnak. A Linux egyébként már az első Ryzen processzorok óta sokkal jobb schedulerre rendelkezik, ami szerintem azért is lehet, mert az Intel pénzeli a Microsoftot, hogy nehogy ma megcsináljátok a Windowsban, létszi. A Linux az egy mindenben fényévekkel jobb operációs rendszer, mint a Windows, és ez ennél a Folding Home alkalmazásnál tökéletesen látszik is. Igazából most már mindent tudtok, minden információtok megvan ahhoz, hogy tudjátok, hogyan lépjetek be a fehérje hajtogató csapatunkba, és segítsétek egy csomó komoly betegség ellenszerének kutatását. Azok az emberek, akik idáig eljutottak a videóban, azok kommenteljék a videó alá, hogy bütykös tenger, csak hogy tudjam ismét, ki volt az, aki igazán kemény és eljut a végéig a videómnak. Az előző videóban ez a szappantartós dolog óriás siker volt, gyerekek, valami elképesztő mennyiségű komment érkezett rá, úgyhogy megígértem minden egyes ember, aki beleírta a kommentjébe, hogy szappantartó, mindenkinek dobni fogok egy szívet a kommentjére. Ennyi fért volna a mai epizódba. Ha tetszett a mai content, akkor kérlek jutalmazd meg egy lájkkal, esetleg egy megosztással. A megosztásokkal rengeteget tudtok segíteni ingyen a csatorna előrehaladásában, amiért már most előre is nagyon hálás vagyok. Ha igazán tetszett a mai content, akkor kérlek látogass el a Subscribe Star oldalamra, és támogass, hogy még több, még minőségi videókat adhassak ki, még sűrűbben. Iratkozz fel, hogy a jövőben egy ilyen videóról sem maradj le, és ha már arra jársz, akkor hajtogass szarrá annak a rohadék haragnak a pofáját, bazd meg! És most ismételten az összes Twitch és Subscribe Star támogatom listája következik. Nagyon szépen köszönöm, srácok, a támogatást! Ti tartjátok bennem a lelket annak érdekében, hogy még több kontentet gyártsak a YouTube-os napi $1 fizetés ellenére. Köszi, srácok, rendkívül hálás vagyok!